Lebukott egy ügynökük Budapesten, kár érte, kiváló ügynök volt. Ez itt a Konklávé. Ez a rezsicsökkentett Konklávé pontosabban. Kicsit hüvi van. Igyekszem nem susogni majd a izének. Mi is rátértünk erre a 18 fokos történetre, bár nem vagyunk közintézmény, de ez van, hogy mutassuk, hogy mi is együtt szenvedünk magyar testvéreinkkel. Így van, így van. Kimaxolom mindjárt a hangmérnököt, ahogy susogok. Én meg akartam mutatni nektek a Végváros pólómat. Puffy Jacky. Pannonhalmás. Nagyon jó. Katolik kommandó. Szóval az van, hogy ugye Korányi Dávidot megvédelmezte a rezsim sajtó, vagy hát pontosabban az amerikai rezsim sajtója, ugye a Latex. Igen, az nagyon jól megmutatta, hogy kik védték meg. Mert ugye nem mindenki, tehát a Telex volt az első, aki belállt, a többiek egyelőre kucsolnak. Tehát akik valószínűleg azok, ezért kérdezem, nem állítom, hogy valószínűleg azok védték meg, akik kicsit sűrűbben mennek a lazacos szendvicsért a Szabadság térre. De ez csak egy feltételezés természetesen, is kérdezem. Én kíváncsi lennék amúgy a Partizánra. A Partizán Korányi... Hogy leleplezi-e? Kéne egy nagy interjú, hogy Korányi úr, hogy van ez? Egy jó 6 órás. Egyébként, hogyha a Gulyás tényleg független, és tényleg magyar, és tényleg magyar ország, nem csak Magyarország, hanem tényleg magyar érdekeket akar képviselni, és ennek az országnak a jobbításán fáradozik, ahogy ő azt mindig mondja, akkor csinál most egy 6 órás Korányi interjút, hogy tisztára moshassa magát az ügynök vádak alól. Majdnem számon kérhető. Szóval ugye azért is gondoltuk, hogy beszéljünk erről, mert hogy minden szentnek maga felé hajlik, és az ügyet azt mégiscsak a kontra robbantotta, majd betesszük hát ide. Hát nem csoda, hogy a kontráról az én, a mi, én, a téperegyről én, beszélt mi? Az amerikai nagykövetség is, tehát igen. Én, mi, tehát majd betesszük ide az első cikket, ami megjelent, ha jól emlékszem, az első cikk az már szeptember elején jelent meg, ez jó messzire jutott ez az ügy, tehát nemzetbiztonsági kockázat lehetősége merül fel, tiltott pártfinanszírozás, tehát rengeteg olyan nyomozás indult, feljelentés, stb. Úgyhogy eléggé messzire jutott. Ez komoly. Szerintem ilyen amúgy a magyar sajtótörténetben ritka az ennyire komoly. Büszke vagyok itt a csapatra, akik ezt tényleg kiderítették és előásták. Nem mi voltunk, mert mihez hülyék vagyunk. Persze, de hogy én voltam. De a legjobb az, ahogy a Latex magyarázkodik, ez csúcs. Ugye a Filippék azt tették hozzá ehhez a történethez, hogy megnézték a képernyőn, vagy a webarchívumot. Igen, ez az azzal volt, kapcsolatban, igen. Hogy igazat mondtak el, és kiderült, hogy hát nem. Tehát, hogy rengetegen adományoztak, na most a mentett verzióból kiderül, hogy 11 mikroadományozó volt, tehát hogyha azokból egy mondjuk Soros György, akkor lehet, hogy amúgy igaz. Valószínűleg nem, a másik meg az, hogy ők magyar útlevélszámot kértek ugye az adományozáshoz, kiderült, hogy ez sem igaz. És a legfontosabb, az első feltétel ugye, hogy arról volt szó, hogy ez egy edukációs kultúraváltásra felszólító kampány, semmi esetre sem politikai kampány. Ugye ennek az egyik érve az, hogy a Márki-Zay mozgalma az nem párt volt, hanem mozgalom, tehát ők kaphatnak ilyen célra pénzt, nem áll meg a tiltott pártfinanszírozás vágya. A másik pedig az, hogy nem pártpolitikai kampány, hanem kultúraváltó. Na most a honlap mentett változatán megtalálták a le kell váltani Orbán Viktort. Tehát adakoz arra a célra, hogy leváltsuk Orbán Viktort. Tehát úgy tűnik, hogy a kultúraváltásnak az egyik eleme az a rezsimváltás. Ugye ez egy igen jó trükk. Egyébként megelőzít, én amúgy most a fejezbe. Ez egy igen jó trükk, ezt a liberálisok kedvelt trükkje, hogy ilyenkor azt mondják, hogy hát ugye ez nem pártpolitikai kérdés, hogy mert miért volna az pártpolitikai kérdés, mint hogy a regnáló magyar miniszterelnököt le akarjuk váltani, és erre a célra adományozatok, hát ennek semmi köze nincs a pártpolitikához, ez csak ilyen általános, mert demokráciák versus diktatúra. Ugyanezt szokták eljátszani az emberi jogokkal, hogy hát az emberi jogok az egy ilyen politika fölött álló történet, arról nem nyitunk vitát, azok így vannak, és azokat mindenki elfogadja, aki nem fogadja el a szörnyetek. Szóval rengeteg esetben élnek ezzel a trükkel, hogy az általuk dédelgetett ügyek, vagy az általuk képviselt ügyek, azok természetesen nem politikai ügyek, hanem azok felett állnak, amit mindenki elvisel. Ezek morális történetek. Olyan szempontból egyébként igazuk van, és ennek nagyon örülök, hogy ezt efelől közelítették meg ezt a kérdést, mert ha megnézed, minden olyan hatalom, amelynek nincs legitimációja organikusan, az megpróbálja magát a kultúrát megváltoztatni. Ez a francia forradalom óta mindegyik hatalomátvétellel így van, hogy aki úgy próbálja megragadni az uralmat, de csak a hatalmat tudja, ez egy fontos különbség, amely beszélhetnénk egyszer. Az megpróbálja gyökeresen megváltoztatni az egész struktúráját
a széles értelemben vett nemzeti közösségnek. Tehát ezzel azért örülök, hogy ez volt a weboldalukon, mert ha azzal, hogy kimondták, hogy kultúraváltást akarnak, azzal gyakorlatilag elfogadták azt, hogy ők itt más módon nem tudnak hatalomra kerülni, csak úgy mondjuk, ahogy a komcsik. Tehát azért nem véletlen, hogy a múltat végképp eltörölni, mit tudom én, tehát hogy ott is egy teljes, ugye az egész berendezkedést, a gondolt mondjuk, hogy feudalizmus, hát bárcsak az lett volna, teljes mértékben, na mindegy, ebben most nem megyünk bele, de ott is arról volt szó, hogy megváltoztassák az egész magyar kultúrát, és ez lett a vesztük, mert én szerintem például a szocializmus bukásában a magyar néptáncmozgalom egy jelentékén részt vállalt. Tehát nem tudták gyökeresen megváltoztatni a kultúrát, és milyen érdekes, hogy ezt most hiába próbálják meg, most nem a szovjet atyaúristenek, hanem most a nyugatról érkező hasonló motivációjú és hasonló mindsettel gondolkodó emberek ezt megváltoztatni nem fog menni, de legalább árulkodó, hogy erre kérnek pénzt, hogy a kultúrát megváltoztassák. Most mi ez a következő? Eltörlik a múltat. Csak hát innen nincs mit elterülni. Azt mondta ez a kedves Mason Steinberg, ugye a klasszikus filmből, ha már itt az ügynökökről van szó, nem mondjuk, kérdezzük. Mi azt sosem állítottuk, hogy ne Orbán és más aspiráns aktuális diktátorok ellen küzdenénk minden erőnkkel. De egyébként... Sosem állítottuk, de igen, ez része a dolognak. Annyira imádom ezt a diktatúra kiabálást, tehát basszus, menjünk már el akkor egy olyan országból, tényleg diktatúra van. Tehát érdekes módon nagyon megengedő például a rendőrség a tüntetőkkel. Tehát pedig, nézzük meg mondjuk Fehér Oroszországot. Most úgyis arról cikkeznek, hogy beszáll le a háborúba. De na, ott tényleg diktatúra van. Nem tudom, én csak azt látom, hogy az összes ellenzéki vinnyogó, ez a kedves úriember is ugye New Yorkban valami drága negyedben tengeti minden napét, miközben a Karigeritől kapott havonta 1 millió forintot. Az összes ellenzéki vernyogó, a Rivierán nyaral 3 hónapig, meg ilyenkor Espenben van, meg nem tudom én hol, tehát hogy annyira nyomorognak, hogy tényleg ilyenkor, mikor látom ezeket, akkor így eszembe, hogy a doktor miniszterelnök úr mikor szándékozik bevezetni ezt az átkozott diktatúrát, amiről itt szó van már 10x éve, tehát nagyon várom már, hogy megtörténjen. Szétadom. Tehát jó, de egyébként csak akkor tényleg, ha katolizál Orbán, akkor meg lehetne koronázni királyá, és akkor dobjuk el ezt a demokráciát. És a másik, vissza. A következő érve az, hogy nagy leleplezésként tálalt screenshot a több százból egyetlen kampány kiragadott pillanatban való állapotát mutatja meg, semmit nem mond ez a képről. Tehát ez a... Jaj, kiragadták a kontextusból. Az egész mentegetőzés az olyan, mint a 2000-es évek fórumozói között az ilyen anyuci kedvenc holokauszt tagadói, tudod, ez a nem úgy, nem annyi, nem is akkor, igen, nem igen. Is úgy. Tehát nagyjából, és az MZP-k úgy ezt adták elő, hogy nem is az érkezett, nagyon kínos volt ez a sajtótájékoztató. Pénz, érkezett, de nem úgy, érkezett, de nem nekünk, nem érkezett, de nekünk, jó érkezett, de nekünk, de mi nem kértünk olyat, de nem kértünk, és egyébként tőlünk nem kértek semmit cserébe, és egyébként meg ki másnak, ha nem nekünk, egyébként meg a Fideszben van több buzi. De nagyjából ezt a magyarázatot adták elő. De Csubakka védelemmel próbálkoztak meg. De ami rögtem, hogy ott is inkább a Makizajnak a kis pajtia beszélt. De vannak még mellette emberek, aki nem a családja állítólag. Tehát azért ez komoly. Most azt mondja, hogy korányi kérdésünkre azt állította, hogy a videóban bemutatott felület csak egyike volt az adománygyűjtő oldalaknak, tehát van másik, amiket a fundraising kampány során használtak. Az Action for Democracy mellett az Act Blue és az Action Network felületén, valamint a magyartavasz.hu nevű, milyen szép neve, magyartavasz nevű nyugat-európai diaszpora célzó magyar nyelv. Most az arab tavasz nem egy CIA művelet? Nem, az nem, véletlen. Nem. Oldalon keresztül is sokan iratkoztak fel és küldtek adományt. Tehát az a lényeg, hogy több oldal is volt, illetve egy kis türelmet, van egy olyan rész ebben a riportban, az marhaj vagy cikkben, ahol kis türelmet kér, hogy megkeressék az archívumot. Tehát még most csináljuk, hát egy kis nyugalmat kérünk szépen, hogy megkeressük a bizonyítékokat arra, amit még most érkeznek a levélszavazatok. Most érkeznek, és a legjobb az, hogy ugye volt ez a... Igen, itt van, megvan. Korányi a Telexnek azt írta, hogy a magyar útlevélszámon kérő donációs oldal a régi honlapon működött, de az már nem elérhető április óta. Tehát az a választásokig viszont elérhető volt, mert ugye április 3-án volt a választás, tehát ha áprilisig elérhető volt, akkor azt jelenti, hogy a kampányban gyűjtöttek az alapján,
adományokat. Azt ígértem, hogy a szervezet informatikusai előkeresik a tavaszi verziót. Sok sikert követ, tehát most gyorsan csinálják. Várjál, előkeresik a tavaszi verziót. Most csak később tudják, mert levelezésünkön Győrben még hétvégi munkaszünet van. De hétvégén Győrben nem működik az internet, és azért nem tudják megcsinálni gyorsan. De az meg, rákeresett a webarchívba, és ott volt minden. De várjál, mert nincs vége. Ezt hozzátette ugyanakkor, hogy nincs olyan törvény, ilyen mindenkit próbál. Nem sikerült, erről szól április 3, ugye? Hozzátette ugyanakkor, nincs olyan törvényi előírás, amely alapján ellenőrizniük kellene a támogatók állampolgárságát. Ez csak egy extra gesztus volt a részükről, hogy megelőzzék a támadásokat, ami hiú Ábrahámnak bizonyít. Tehát nem így csináltuk? Még dolgoznak rajta, hogy megmutassuk, hogy nem így csináltuk, de nem csináltuk volna, akkor se lenne baj. Arra hivatkoztak, hogy mindenképpen kértek magyar útlevélszámot, majd elmagyarázza, hogy erre semmiféle kötelezettségük nincsen, ez csak így gesztusként merül föl, hogy ők csináltak ilyet. Szóval ez a magyarázkodás. Ez olyan szintű kabaré, hogy tényleg ahogy úgy szoktam mondani, hogy a CIA közép-kelet-európai központjánál, központja intézeténél, vagy ügyvivő, vagy nem tudom milyen ügyosztályán, kelet-európai intézeténél. Nem teszik fel a kérdést, hogy srácok, amit a kontra kiásott, az volt 1,8 milliárd, ez nagyjából most ilyen 3,5 milliárdnál tart, mert az a lényeg is kapott belőle, meg a datorat is kapott belőle. Tehát az ilyen SMS-ek, Angi, te is szeretnél nemet változtatni ékezetek nélkül. Ezek a kiváló SMS-ek, ugye, amiket a datadat küldözgetett ki a kampányban. Tehát, hogy ők is kaptak pénzt, tehát 3,5 milliárd, és nem kérdezült meg az ügyvezető, hogy mire költöttük vissza 3,5 milliárdot? Az, hogy aztán ezt a szar magyarázkodást kelljen visszakaptunk a egyébként magyar médiában? Ha kamu, akkor nem magyarázkodunk. Tehát ez a legszebb az egészben, hogy ennyire hülyék tényleg a közép-kelet-európai divízió vezetői, hogy ha bármézem, nem véletlenül, hogy Orbán, meg Trump, amikor ilyen blőd hülyeségekkel bándolják őket, akkor annyi mondanak, hogy fake news, hagyjátalán mondanak bármi, de nem olyan szoktak, miért, mert ha valami tényleg ortálják, akkor nem kell, hogy mit magyarázkod, minek töltsd azzal az időt, hogy magyarázkod. De úgy látszik, hogy korányi tartótisztja, az most nagyon izzadám, mint tudjuk, milyen foglalkozást őző a tudjuk meg épületben, és mondta, hogy gyorsan fel, hogy most a Telexnek adsz egy interjút, ahol megpróbálod visszállapostni a szarból. Igen, és ezt sikerült összehozni. Nem csináltuk, nem így csináltuk, még dolgozom az informatikus egy mim, amin Filip 2 kattintás a videóban azon rajottam, hogy tényleg ott csináltam, de hallatszik, ez nem sugúrítás rész volt, hogy jó, akkor itt most elmegyek, itt az archívum, és ezen New Yorkban dolgoznak az internet, hétvégén internet nélkül is egyvető informatikusok. Sose gondoltam volna, azt hittem, hogy meg Európán sútja ez a válság. És akkor erről mondom, hogy az amerikák rendben vannak, ehhez képest ott internet sincs hétvégén. És akkor utána meg azt mondja, hogy igazából, ja, de ha jó, még akár ha így csináltuk volna, akkor is akkor kélet volna. Szóval... Remélem, ennek lesz második része, mert ez a shit show, ez engem nagyon érdekel. Tehát én érdekel a való világ, meg az összes többi hullandék, ez kurva jó. Egyébként, hogyha annak a bizonyos hárombetű szervezetnek nem mondom, kérdezem, lenne ő reflexzőre, nem mondom, kérdezem, akkor Korányi Dávidot legközelebb valahol, nem tudom én, hogy ezt a kormányzójaként látnánk viszont, vagy valami hasonló, ugye, mert akkor szokták így helyezgetni a megfelelő műveleti területre a kis ügynökeiket, nem mondom, kérdezem, mert azért ez kurva kellemetlen. Szóval ez kezdődik, tehát hogy a jó háború nem lett belőle, ugye, mint a Szakasvili esetében, de kurva kellemetlen, szóval. Ez a fajta lebukás, ez ami... A korányi magyarázkodása az, mint az egyszerű ütlen férjé, hogy most a szemednek hiszel, vagy nekem? Pászi meg! Ott érted? Ott fekszik rajta a ribé, és akkor most nehogy már megváltozzál. A szemednek hiszem, vagy nekem? Szerintem ez úgy nézett ki, hogy 2015 ugye még tényleg az embereik voltak hatalmon, kérdezem. Most ez a következő a bekezdés végén egy kérdőjel fog tenni. És aztán ugye megbuktak, második kétharmad, és akkor utána így ültek Lengribe, hogy gyerekek, fel kell állítani újra egy ilyen helyi magyar divíziót, és így itt van ez a pár hét kávéfőz, jó belsős emberek kellenek, és tényleg az ilyen utolsó csinyomnyi, meg gyakornokat összerántották, hogy mostantól ti fogjátok megváltoztatni.
Magyarországon. Régen a titkos szolgálati munkának az volt a régen, azért hívják titkos szolgálati munkának, hogy ne legyen nyilvánvaló, hogy valaki titkos szolgál. Főleg egy újságíró számára, tehát most ne, és ezzel nem lebecsülve, mert ez egy tényleg egy komoly dolog, de amikor egy ilyenfajta műveletet újságírók le tudnak leplezni, ez azt jelenti egyébként, hogy a nemzetbiztonság erről rég tudott, és náluk sokkal több minden van, mint ami a kontránál összegyűlhet. Tehát egy kicsit, nem csodálom, hogy korán egészen a New York internet telenségig menekült. Mert azért ez tényleg Tehát ilyen fiaskót azért ritkán látni. Tehát a titkos szolgálatnak ugye az a lényege, hogy titkos legyen, meg szolgálat is, de hogy ezek az emberek most már tényleg ott tartanak, hogy fotózkodnak a Kelet-Európai Divízió irodájánál, ugye a Márki-Zay-ék kiment, és villogtak egy kicsit vele, és a többi. Tehát úgy elnevezni egy adománygyűjtő honlapot kultúraváltás céljára, hogy magyartavasz.hu, azért ennél nagyobb kreativitás igényelne, azt hiszem, az operatív feladat. És tudod, itt van a narancsos forradalmat mégsem lehet használni. De a tejberizses lázadás itt nem menő, úgyhogy kellett. Valami szint itt legalább, de akkor is átlát, szóval nagyon könnyen követhető most már ez a történet. A tematika is követhető, de nagyjából mindent, a szankciók és korrupció ellenes harc már nem tudom én, az iráni jó, tehát nagyon, nagyon régóta ugyanazt a mintázatot követi ez az ügynökség, és egy kicsit feltűnő most már, tehát lehetne valami új forgatni. Meg most már ez nem a 70-es, 80-as évek, tehát most már így váltani kéne. Mi addig örülünk, amíg persze ilyenek, mert addig Magyarország szuverenitása ez csupán sem veszélyben. Ezt az ellenzéket és ezeket az ügynököket nem mondom kérdezem, unokáinktól kaptuk kölcsön, úgyhogy nagyon meg szeretnénk becsülni őket. Jó ez, amíg igen. Igen. Na jó. Tegyünk az adás végére egy kérdőjelet, és a Fideszben ne felejtjétek, amúgy is sokat ebben a mozi. Ezzel semlegesítve van mindent, ami eddig itt beszélnek került. Miről mi nem így mondtuk, mi nem azt mondtuk, nem úgy, és nem is gondolzik. De egyébként több úgy. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet, kövessetek minket mindenhol, ahol még jelen vagy. Twitteren, Telegramon, Facebookon. Témákat jövő évtől valószínűleg kicsit módosul a konkrét tematika, egy kicsit jobban be akarjuk vonni a nézőket, hogy ők kérdezgessenek akár nagyon kifejtősebb témákban, nem feltétlenül aktuál politikai témákban, és valószínűleg ennek köszönhetően kicsit hosszabb is lesz majd a történet. Elképzelhető, hogyha meg tudjuk oldani, akkor ugyanezt megcsináljuk élőben is. Twitch-en streamelgetünk. Úgyhogy készülünk egy nagyobb megújulásra, most még decemberben így maradunk, aztán új formában meg új tematikával jövünk jövőre. De dobáljátok nekünk tényleg témákat, és legyetek nagyon aktívak, és nagyon köszönjük, hogy a műsor az most lesz, valahogy most lesz majd egy éves, azt hiszem, január-februárban. Ja, és gyerekek, az átlag nézettségünk az körül az átlag hajóágyunk, ami ugye a magyar média vezérlő csillaga, a magyar alternatív jobboldali média vezérlő csillaga, annak most már a felénél járunk, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ennyire kitartóan követtek minket. Amikor sikerül, akkor felénél járunk. Ja, igen. 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 Úgyhogy abszolút. Tényleg, ti vagytok a legjobbak. Na, köszönjük szépen, találkozunk jövő héten, és sziasztok! Hello.